Szia Krisztián, Csákiát, én Lacsoki vagyok. Hát bocsi a megkésett interjúért, kicsit kaotikus volt az életem az elmúlt pár hétben, de most bepotolom. A válaszokat úgy gondoltam, hogy előtte felolvastam a kérdésedet, mert hát ha így könnyebb lesz nekem is. Ha picit félrebeszélnék, bocsánatot kérek azért, de este télapó buli volt, aztán még nem igazán tértem magamhoz. No, az első kérdésed az volt, hogy kezdjük az elején. Viszonylag későn, ha jól tudom, 25 évesen kezdted a pornózást. Mivel foglalkoztál előtte? Hát pornózás előtt én már 18 éves koromtól kezdve így modellkedtem, fotózásokon vettem részt, ilyen reklámfilmekben szerepeltem, és csippendélkedtem. Ja, és még játékteremben dolgoztam így éjszakánként. Tehát ez volt a röviden az előéletem a nagy munkapornozás előtt. Sok férfi állammunkának tartja a pornozást. Rengeteg csaj, pénz, hírnév és világjárás. Te miért vágtál bele? Na, ez jó kérdés, hogy miért vágtam bele. Én, ha jól visszaemlékszem, már tényleg már iskolás korom óta valahogy ez mindig foglalkoztatott, ez az egész pornozást. A miértjére nem tudom a választ, mert valahogy ez valahogy belülről jött, de mondhatom azt, hogy tényleg hát, hogy is helyezem ki magamat, tehát egy jóképű srác voltam, aztán ugye hát el voltam halmozva a szemészebb lányokkal, de ez valahol mégsem volt nekem elég, nem tudom miért, valahogy mindig is kacsingattam így a filmezés felé, és próbáltam keresni a lehetőségeket, hogy hol vannak hirdetések, hogy egyáltalán hol lehet megtalálni azt a kontaktot, hogy eljussak egy ilyen körhöz, akik pornófilm forgatással foglalkoznak. Aztán, mint később kiderült, majd beigazolódott, ez össze is jött. Karriered során sokféle névvel forgattál, Rocky, Attila, Royal, stb. Miért pont Csoki ez lett a művészmened? Na, akkor itt most gyorsan mondok egy nagy dolgot. Én soha az életben nem írtam a szerződésre más nevet, mindig is csak vagy Csoki volt, vagy Csoki Ice. Tehát ez a Rocky, vagy a különböző neveket, ez nem tudom, hogy azok hogy kerültek fel, vagy lehet, hogy utólag a rendező így átnevezett nekem a filmbéli szerepemnek megfelelően adott egy a karakterhez egy másik nevet, de én mindig is Csoki Ice-ként szerepeltem, vagy Csoki a kezdetek kezdetén. És miért pont Csoki Ice lett a művészneved? Na, hát azért lett a Csoki Ice a művészneved, ez nem is Csoki Ice-a kezdődött, hanem Csokival kezdődött, mert mikor elkezdtem a filmezést, akkor ugye mondták, hogy mindenkinek van egy művészneve, amelyiken szerepel a filmekben, és hát én is adjak magamnak valamit. Hát én pedig arra gondoltam, hogy mivel engem a baráti körben, gyerekkorom óta mindenki Csokinak hívott, már általános iskolás koromban is, ezért úgy gondoltam, hogy akkor most megtartom ezt a nevet, így legalább egyszerűbb lesz nekem is megjegyeznem. Hogy miért lett Csoki Ice? Na hát eltelt egy 2-3 év, miután én már elkezdtem filmezni, és így többször felmerült, hogy a legtöbb művésznév ugye nem egy névből áll, hanem kettőből. Akár ugye ez a lányoknál is megfigyelhető, és akkor így poénkodva mondtam, mivel én nagyon szerettem a Vanilla Ice-t, együttes tudod volt az a zenéjük, a nagy slágerük, az Ice Ice Baby. Na és ennek apropójaként akkor a Vanilla Ice-ból lett Csoki Ice. Na ez a rövid története az én Csoki Ice-omnak. Amúgy különben még a Jakubcseknek anno az egyik műsorában volt, aki nagyon meglovagolt ezt a témát, és megkérdezte, hogy miért Csoki Ice, miért nem forró csoki, vagy valami más, és akkor én élő műsorban mondtam neki, hát az egy Csoki Ice, mert hogy a szádban olvadok. Na hát ilyenkor hirtelen ott bevágták a reklámot, aztán utána megizzasztottam szegény a kupcseket, de na, ez csak egy ilyen gondolat volt. Na, a következő kérdésed. Több lány panaszkodik, hogy nehéz a felfelé vezető út a pornószakmában, és az elején keményen meg kell dolgozni, hogy híres és elismert legyen. Egy férfinak mennyivel nehezebb a pornos langrétra megmászása? Én erre azt tudom neked mondani, hogy itt azért szerencse is kell, de ez az egyetlen szakma, ahol a ranglétrát meg kell mászni. Vagy nem biztos, hogy ez az egyetlen egy, de itt ugye nincsen protekció azt. Tehát, hogyha valaki nem tud dolgozni, akkor bármilyen segítség lehet számára, akkor se fog tudni érvényesülni.
Mennyire nehezebb a pornós ranglétra megmászása? Van, aki az alján elkezdte, és az alján is maradt. Van, aki elkezdte az alján, jó volt, de valamit elbénázott, épp ezért nem tudott benne érvényesülni, nem tudta kamatoztatni azt, hogy magasabb régiókba is jutott. Én nekem annyiba szerencsém volt, hogy én nem a legalján kezdtem. Tehát lehet, hogy ezt köszönhetem annak is, hogy ugye előtte is már valahogy szorosan ehhez a körhöz kapott tartoztam itt a fotózásokkal, táncolásokkal. És azért sikerült már az elején már olyan cégekhez bekerülnöm, akik azért igényes filmeket igényes lányokkal készítettek. Tehát nekem nem volt ez a, inkább úgy mondom, hogy a ranglétrának én a közepéről indultam el. Tehát nálam kimaradtak azok az idősasszonyok, a dagatnők, a nem is tudom, hogy milyen kategóriák vannak még. Nálam ilyen nem volt szerencsére, bár nem is hiszem, hogy abba tudtam volna ott dolgozni. A lányok castingja egy érdekes dolog. Férfi castingot viszont nem igazán látni. Mesélnél nekünk, milyen volt a tiéd? Hát fiú castingok elég ritkán vannak. Inkább a kezdetek kezdetén, amíg még engem nem ismertek, különböző cégek, akkor régen volt nagy divat, de ez ilyen 10 évvel ezelőtti időszakról beszélek, hogy casting volt. Hát tulajdonképpen a mi castingunk semmi nem volt. Oda mentén megnéztek, hogy valójában élőben hogy nézel ki, mert ugye teljesen más, amit a kamera ad vissza, vagy a fényképek, és mint karakter, hogy mutatszott előttük. Egyes castingokon volt az, hogy arra voltak kíváncsiak, hogy most fel tudtad beállítani a fütyköst. Az annyi volt, hogy most ott levetkőzni felállítottad, látták, hogy nem zavart téged az ő személyük, tehát magyarán mondva később fogsz tudni dolgozni. De Isten igazából inkább lányokra volt ez a casting. Én az utóbbi 10 éve nem is nagyon szerepeltem castingon. Tudod, hogyha van olyan cég, aki még mondjuk tegyük föl, nem is, nem még olyan ritka, de hogyha van új cég, aki úgy debütál itt a pornó szakmában, hogy még előtte nem volt közük hozzá, és nagy Isten, ők nem ismernek, akkor néha van az, hogy akkor mondom, hogy klikkelnek rá a nevemre, és hát az elmúlt 15 évben azért már láthatnak rólam dolgokat, hogy most valójában ki vagyok, vagy hogy is nézek ki. De attól függetlenül még itt van olyan kis cégeknél ilyen másodkategóriás pornobizniszben ott még vannak ilyen fiú castingok is. Bár mondjuk az életem első castingja, amikor jelentkeztem ilyen pornofilmforgatásra, amit válogatásra, akkor az úgy nézett ki, hogy bementem egy stúdióba, kérlek szépen voltunk ott egy 30-40-50-en fiúk, és az volt a lényeg, hogy sorváltál, amikor sorra kerültem, bementem, hát kézzel előttem ültek, vagy 4-5-en, férfiak, nők. Jobb oldalt egy ilyen kis ilyen ősrégi széken volt egy tévé, abban ment egy pornófilm, és annyit mondtak, hogy levetkőztél, megnézték, hogy nézel ki, gondolom, ilyen fizikumra, izomzatilag. És akkor azt mondták, hogy oké, megfelelsz, akkor állítsad fel a fütyköst. Na hát, és akkor te ilyenkor vagy használtad az agyadat, vagy nézted a pornófilmet, és hogyha tudtam merevedést produkálni, akkor az már egy pozitív dolog volt. Hát nekem az első ilyen válogatáson én csak ott kerestem a fütykösömet, hogy nem, hogy felállítottam volna, azt se találtam meg, én úgy izgultam, mondom, hogy hol van a lábam között. Úgyhogy, tehát ha ebből indulunk ki, akkor én már nem is lehettem volna pornószínész. Hát ez az első nekifutásom volt még annó. Én csak mi van még, de amikor az igen. Több megérdemel díj tulajdonosa vagy? Melyikre vagy a legbüszkébb és miért? Itt én azért különbséget tennék az, hogy díj és díj között. Tehát az, amit kaptam díjakat, én mindegyikre büszke vagyok, mert valójában mindegyik egy másik nemzettől volt. És úgy gondolom, hogyha a különböző országokon, nemzeteken belül is úgy ítélik meg, hogy én érdemes vagyok egy ilyen díjnak a megkapására, tehát hogy nekem osszák ki, akkor így egyenként is mindegyiknek egy nagy értéke van a díjnak. Meg főleg azért is, hogyha ha a szakma is elismeri az én tudásomat, a képességemet, én úgy gondolom, hogy ennek is nagyon kerülni, örülni. De azért is mondtam, hogy két oldala van, én sokkal jobban szerettem a közönség oldalát. Tehát a szakmai rész az egy dolog, mondjuk ebbe ugyanúgy tudom, hogy itt is vannak megint csak, mint gondolom, bármely más dolgokban
az életbe, hogy egyik is az, hogy nem véletlenül kapják meg bizonyos emberek, céghez kötöttek, szponzorhoz, bármi. De mondjuk amiket megkaptam, azokra nagyon büszke vagyok. Mondjuk a legjobban inkább azt mondom, hogy a legutóbbire, amit Párizsban kaptam meg, az Európa legjobb színészre, azt hiszem, hogy ez volt számomra az egyik legkedvesebb ilyen momentum az életemben. De inkább én a másik oldalról beszélnék, hogy maga az emberekről, akiknek szól a film, akiknek készítjük. Tehát nekem sokat többet jelent, amikor megyek az utcán, és megállítanak, és kérdeznek, vagy csak egyszerűen azt mondják, hogy gratulálunk, nagyon szeretjük a filmedet, és csak így tovább, vagy egy közös fotót szeretnének. Tehát nekem valahogy ez össze többet ér, mint hogyha lenne 60 darab díjam. Mert tudod, azt mondod, amit kapsz egy díjat, azt kirakod a polcra, és kész. De az, amikor mész az utcán, és akkor látod az emberekbe, hogy a szemükbe, hogy tudják ki, vagy nem tudják ki, vagy onnan mernek jönni, megkérdeznek, vagy csak elmondják a véleményüket, vagy kérdeznek, nekem ez sokkal jobban esik, mert akkor látom, hogy van értelme, amit csinálunk, és amiért csináljuk. Úgyhogy röviden összefoglalva, nekem ez összetöbbet jelent, amikor az emberek szólítanak meg, és gratulálnak. Vagy épp nem gratulálnak. Van olyan is. Igen. Jó pár pornofilmes adatbázist is átnéztem, mielőtt belefogtam a kérdésekbe, és mindegyik mást ír arról, hogy hány filmben szerepeltél. Te számon tartod ezt? Hát nem tartom számon. Én is csak Shotsper KB-t tudnám, hogy nagyjából mennyi lehet, de pontosat szerintem senki nem tudná megmondani. Mondjuk, amíg még ilyen fél éve dolgoztam, akkor valószínűleg erre tudtam volna választ adni. Szerintem biztos, hogy a 2000 körül mozog, ha nem több. Ahogy így belegondolnék, hogy mennyit, hány napokat dolgoztam, mennyi jelenet volt. Hát sok ez, sok-sok. Ez a számadat azért nem kevés, és ez majdnem ennyi, de inkább több nőt jelent. Másnak ez egy állam, te pedig nap mint nap olyan csajokkal kerülsz intim kapcsolatba, akiket mi csak képernyőn csodálhatunk. Azt esetleg tudod, hogy körülbelül hány darab nővel lehettél? Na várjál csak. Egy pillanat, mert itt én most meg fogok akadni. Na, újra itt vagyok. Csak valamiért itt a gépen így eltűntek a kérdéseid, úgyhogy nem visszahoztam valahogy. Na, ott tartottam, hogy a végén ugye esetleg tudod, hogy körülbelül hány lánya voltál már, és milyen érzés ez. Hát passzolok. Azt, hogy hány lányal lehettem film, tehát maga így a pornos biznisz által, nem tudom. Hát biztos, hogy ez is, hogyha csak azt mondjuk, hogy mennyi filmet dolgozhattam, és hogy persze nyilvánvalóan vannak olyan lányok, akikkel többször dolgozok egyet, de biztos, hogy ez is 1500, 1500, ha nem több. De ezt inkább belegondol is rossz, mert végülis ez csak egy munka, tehát ebből a szempontból ez szerintem nem egy fontos ilyen adat. Ha hazaérsz egy fáradt a forgatásról, ahol mondjuk 2-3 lányt is magádéra tettél, de szépen fogalmazom, kívánod még a szexet a magánéletedben? Sőt. Szóval itt ugye megint az van, hogy teljesen más a munka és más a magánélet. Tehát a munka az munka, tehát munka az agyból csinálod legtöbbször, ott azért bizony, tehát nagyon sok dolognak meg kell felelned, hogy egy jó jelenetet csináljál, tehát ezért azt mondom, hogy ott szó sincsen arról, hogy ott érzelem dukálna mondjuk egy munkában, de a magánélet az pedig a magánélet. Tehát én magánéletben szeretkezni szeretek, én romantikus vagyok, én szeretem azt, amikor kényeztetés van, csak játszunk egymással egy kicsit, tehát ezt inkább úgy akarom neked mondani, hogy mikor hazamegyek egy munka után, nagyon-nagyon sokszor az van, hogy egyszerűen igen, pontosan, hogy akkor kívánom sokkal jobban a szexet, mert egyszerűen az a szeretkezés. Tehát az az, amire vágyok mindig is. És azért, mert hogy dolgoztam, az semmit nem jelent, mert hogy ez a munkám, úgyhogy ha most arra gondolsz, hogy most férfiasság vagy, hogy most az ember tudna is otthon teljesíteni, sőt, ezzel a jobban teljesítek otthon. Mert pontosan arról beszélek, hogy akkor már csak a tudat az, hogy hazamegy az ember, és mondjuk azzal van együtt, akit szeret, akit imád, aki az övé. Tehát akkor már csak a gondolattól is már azt mondom, hogy feláll a fütykös, és nem az, hogy most kézzel állítom fel. Tehát így összegezve, igen, nagyon is.
Szinte az összes olyan lányal dolgoztam már, akik sikeresek a pornozásban. Kivel volt a legjobb együtt dolgozni? Kit tartasz a legtehetségesebbnek? Hú, fi, ez a tizen sok év, amióta dolgozok, így nehéz lenne kiemelni közülük is egyet, kettőt, hármat, akivel volt a legjobb. Tehát minden korszaknak megvan a maga aktuális sztárja, akik a legjobban dolgoznak számomra. Tehát én most nem a médiáról beszélek, hanem én ugye saját magam szemszögéből, mert ugye nekem sem mindegy, hogy kivel dolgozok együtt, kivel szeretek együtt dolgozni, kivel lehet jól dolgozni. Tehát ezt szakmai szemszögből mondom. Én az, hogy kik a legtehetségesebbek, én valójában a tehetséget én soha nem abban mértem föl, hogy hogyan média kiket húz föl. Mert tudom, nagyon sok tehetséges van, csak kevesen adják a nevüket ahhoz, hogy ők egy arca legyen akár egy cégnek, vagy akár ennek a pornó biznisznek. Tehát nagyon sok tehetséges lány van, akik csak dolgozni jár el, pénzt keres benne, és úgy mondom neked, a média számára nem is tudják, hogy ki ők. Ha csak nem valaki ugye ezt rendszeresen látogatja ezeknek a honlapoknak, akkor úgy is rá fog jönni, hogy van egy X név alatt futó lány, aki minden szempontból az egyik legjobb. Ki nem volt a legjobb együtt dolgozni? Fú, sok-sok volt. De inkább azt mondanám neked, hogy talán egyet kiemelek ilyen magyarok közül, mert ugye külföldiekre azt mondom, hogy az most mindegy, mert ugye magyar vagyok, akkor magyarokról beszéljünk. Én azt mondom neked, hogy akivel én így nagyon-nagyon szerettem dolgozni, az Maja Gold volt. Még az akkor időmből, amikor még tényleg azt mondom, hogy ez a porno biznisz, ez még a toppon volt Magyarországon és az egész világban. Én a Maját, mint pornoszínészt is nagyon szerettem, tehát vele dolgozni, de magánemberként is, mint ember, őt nagyon-nagyon szerettem. Ki az, akivel még nem forgattál rendező lány férfi munkatársban, semmiképp sem szeretnéd kihagyni? Biztos vannak is, még voltak, lesznek is olyan cégek, akikkel nem forgattam, mert mondjuk azt azért nehéz lenne itt Magyarországról, hogy mindenkivel forgassak. De én úgy gondolom, hogy a tradicionális nagy cégek és azok a cégek, akik azért ezen a piacon, ebbe a bizniszbe nevük van, én úgy gondolom, hogy az összes cégem már dolgoztam, vagy folyamatosan dolgozok. Én nem hiszem, hogy úgy van olyan, akivel még szeretnék, mert akivel még nem dolgoztam, és hogyha ők szeretnének, akkor úgyis meg fognak keresni. A nagy kedvencük a blogon, Aleska Diamond, ismered a hölgyet? Igen, ismerem. Itt valamit csinált megint a gépem. Én kapcsolatban marad. Jó. Igen, ismerem a hölgyet. Nagyon is, igen, többször is dolgoztam már vele. Amikor még nagyon kezdő volt, akkor is, meg ugye most is, hogy már ismertebb lett. Épp legutóbb egy-két hete dolgoztam vele. Magánéleti kérdés, ha ez zavaró számodra, ne válaszolj. A kisfiad lassan nagyfiú lesz, hogyan tudattad vele, hogy mivel foglalkozik az édesapja? Hát a kisfiam még soká lesz nagyfiú, mert ő még csak 5,5 éves, úgyhogy még nem tudattam vele, majd fogom vele tudatni, de azért remélem, hogy mire ő ezt már fel is fogja fogni, akkor én már nagyon nem fogok ezzel ebben a szakmában dolgozni, mint aktív színész. De úgy gondolom, hogy ez megint csak nevelés kérdése. Tehát, hogyha egy gyerek, ahogy van nevelve, úgy bármilyen információt el tud fogadni, és fel tud dolgozni, de nem hiszem, hogy ezzel gondba lennénk nála, hogy most elmondjam, hogy nekem én ezzel foglalkoztam, vagy foglalkozok, és ebből keresem a pénzemet, mert végülis ez is egy kemény szakma. Ugye az egy dolog, hogy most Magyarországon hogy ítélik meg ezt az egészet, engem soha nem is érdekelt, mert ugye Magyarországon a szexuális kultúra, ez az egész, ez a békapoksi alatt van, ilyen 100 emelettel, tehát amikor magyarokkal se tudják megkülönböztetni, hogy most mi az, hogy prostitúció, mi az, hogy kurva, mi az, hogy pornószínész, akkor mi az, hogy örömlány, tehát ezeket egy kategóriába teszik, akkor úgy gondolom, hogy akkor itt majd, hogy egyszer magyarok is felnőnek arra,
a szintre, mint Nyugat-Európában vagy a világban, akkor majd lehet erről beszélni, de úgy gondolom, hogy sem szégyenkezni és való okom nincsen. Az, mert úgy gondolom, hogy amit csinálok, azt hát a legalábbis az elmúlt időszak alapján, amiket kaptam, vagy ameddig eljutottam ebbe a szakmába, úgy gondolom, hogy jól csinálom, és jól csináltam, és még próbálom is. Na, mi volt? Mik a további terveid a karriered illetően? Meddig tud pályán maradni egy férfi a pornószakmában, és te meddig akarsz még aktív lenni? Na, akkor közepétől kezdtem. Meddig tud pályán maradni egy férfi a pornószakmában? Én ezt így úgy is mondanám, ezt így a magam szemszögéből is válaszolnék. Tehát valójában egy férfi nagyon sokáig tud dolgozni. Ugye ez a szakma, ez a lányokról szól, mindig a lányokból kellenek az új arcok, az új hús. A fiúknál a régiek, a beváltak a jók, mert a rendezők is tudnak rájuk számítani, tudnak velük tervezni, mert az a lényeg, hogy egy jelenet jól meg legyen csinálva, eladható legyen. És ez pedig, hát nem azt mondom, hogy sajnos, szerencsére ezt úgymond a öreg profi fiúk tudják jól megcsinálni. Tehát én azt mondom, hogy addig tud valaki, ilyen három dologra mondanék-e dolgot. Az első az, hogy ameddig hívnak. Másodszorra, ameddig még én is érzem, hogy még tudok dolgozni. És a harmadik az, hogy egyáltalán, hogy szeretnék-e még dolgozni. És hát ezt majd úgyis meglátjuk, hogy mit hozza a jövő, de mondom, egy-egy férfi valójában még van aktív, a 45 éves pornószínész is, aki még jól tartja magát, jól dolgozik, tehát kereslet biztos, hogy lenne ránk, lenne rá. Ez inkább attól függ, hogy most meddig akarom én ezt az életformát folytatni. Meddig akarsz még aktív lenni? Hát az előbbiekben válaszoltam, hogy ameddig még hívnak, és ameddig én még örömmel lennem a munkába, és tudok is dolgozni, addig én még szeretnék dolgozni benne. De mihelyt érzem, hogy akár én már kezdek kihűlni egy kicsikét, vagy már kevesebb a munka, és látom, hogy már akár azt mondom, hogy a fiatalokat foglalkoztatják, vagy egyszerűen csak már ott tart a szakma, hogy már egyre kevesebb a munka, akkor biztos, hogy én is lépni fogok. Volt még előbb egy. Mik a tovább távolabbi terveid a karriered illetően? Hát az mondok a következő kérdésre, úgy is válaszolok, ami lesz, mert itt van, hogy mivel elég tapasztalt vagy, én később el tudnálak képzelni a kamerák mögött. A neved meg biztosan eladná az általad rendezett filmeket. Nem gondolkoztál sosem ilyenekem? Hát a további terveim. Igazság szerint én már rég már hagytam volna pornozás, hogyha összejöttek volna a dolgok, mert annó én már elkezdtem filmeket forgatni, tehát kamerázni. Nekem amúgy is a hobbim, én fotózok és kamerázok nagyon sokat. És volt egy lehetőségem, egy amerikai cégnek dolgoztam egy ideig. Én azt hittem, hogy akkor már végre akkor mit meg tudom alapozni úgymond a jövőmet, és ki tudok majd lépni ebből a körből, hogy akkor ne színész legyek, hanem, ahogy mondtad, a kamerák mögött álljak. Hát egyelőre ez még várattat magára. Én szeretném azt, hogyha majd lesz rá lehetőség, igenis később, hogy forgassak, fotózzak és forgassak filmeket, mert úgy gondolom, hogy tehát itt két dolog is számít. Egy, hogy tudsz a kamerával bevenni, tudsz-e fotózni. Én az gyerekkorom óta csinálom, úgy gondolom, hogy értek hozzá. A második az, én azért a szakmában már azért lehúztam egy jó pár évet. És én akkor is azt mondom, hogy azok tudnak igazán jó pornofilmet készíteni, akik előtte színészek voltak. Mert én tudom, hogy mi kell az embereknek, mi az, ami látványos, mi az, ami gerjeszti vágykelt. Úgyhogy én remélem, hogy majd eljön az az idő, amikor meg tudom mutatni, hogy kamera mögött is tudok alkotni. Azt tudom, hogy hobbid a száguldás, de mivel töltöd még ki a szabad időmet? Igen, a hobbim a száguldozás, igen, nagyon szeretek motorozni, ez igaz, de amúgy tehát nagyon sok mindent csinálok. Tehát foglalkozok ilyen belső építészettel, lakberendezésekkel, folyamatosan tervezgetek ilyen házakat, felújítok, akkor szerettem a motorsportot nagyon, tehát motorozók, autózók, mindig barátoknak, ismerősnek segítek, mindig építünk különböző dolgokat, autókat, motorokat. Tehát ez amit imádok, ez kitölti az életemet, de a legfontosabb a gyerekem.
Tehát amikor velem van, akkor csak ő és senki más. Tehát ő a legfontosabb az életemben, és már ő is, mert ugye motorozik. Jövőre már indul a 6 évesen már a MAMS által rendezett versenysorozatban. Nincs, hogy úgy néz ki, hogy ha van kedve hozzá, én ameddig tudom, én teljes mértékben fogom őt ebben segíteni. Tudásommal is, meg ugye anyagilag is, hogyha neki ez a sport tetszik. És azt hiszem röviden ennyi. Amit tudom, valami kihagytam volna? Nem tudom. Azt tudom, hogy szállgódni, mivel töltözni szabadidődött. Igen. Na, elmondtam. De azért mondom, főleg gyerek. Ő az életem. Volt még, írtam még egy levelet, ami ez a Kelemen Annával kapcsolatban. Hát megpróbálok arra még válaszolni neked, mert a médiában is nagyon sok minden lejött erről. Tehát volt, hogy Blik is lehozott cikkeket, minden, de hát hogy azt kell tudni, hogy én ugye nem is beszéltem velük. Az igazság az, hogy a valós cikk, amit a Vellet lehozott, amit a Heti írt, ő egy-egybe azt adta le, amit én nyilatkoztam. Hogy röviden összefoglaljam neked a Kelemen Annás dolgot. Ami az igazság volt, meg inkább igen, nem is úgy mondom neked, hogy a forgatási részről, hanem az én véleményem. Az én véleményem az volt, hogy Kelemen Annának nem lett volna szabad most pornoznia. És miért? Magamból indulok ki. Számomra Kelemen Anna egy igazi botrányhős volt, ugye ez a magyar Paris Hilton, és valahogy a két róla bennem az volt, amikor még Playmate volt, tudod, egy címlapokon szerepelt, és tényleg azt mondom, hogy abszolút nem a zsánerem, tehát nem szeretem az ilyen, ezeket a plastik lányokat. De még vizuális látvány azt mondott, hogy mi egy szőke, nagy szilikon szájú, szilikon mellő, igazi plastik csaj, egy nagy dugni való. De jól néz ki. Ennyi. Na most ez volt bennem, mint Kelemen Anna. Ellen megjelenek ott a forgatáson, most ott van előttem tényleg egy túlsúlyos, egy nem azt mondom, hogy ápolatlan igénytelen, de ez miatt ugye a pattanásoktól kezdve a bőrén, tehát az egész nőnek a mi voltja egy ilyen degraráló volt. És én ezért is mondtam azt, amit ugye kicsikét így kicsavarták a szavaimat, hogy neki nem lett volna szabad most pornozni, mert ő Kelemen Anna, és miért? Hát azért, mert ez pont arra mondok, hogy ugye egy nap 25 ember okoz balesetet, de amikor Stoll András okozott, akkor ő Stoll András volt. Na most rögtön kapott rá a média, mert ez ugyanaz. Kelemen Anna, ha pornozik, mi kell? Igenis, akkor úgy jelenjek ott meg, ahogy az embereknek a szemébe vagyok bent. Egy fullos, dögös, bombázott csaj, aki dug egy nagyot. De sajnos nem ez volt, és én ezért is mondtam, hogy számomra ez egy nagyon kiábrándító dolog volt, hogy így elhízva, tényleg így önmagára nem adva, vagy megjelenik a kamerák előtt, és pontosan azért, mert támadási felületet adott magán, és neki ezt nem szabad. Mert a sajtó rá ki van éhezve, minden egyes lépését nézik, és neki igenis ilyenkor 110%-osan kell a topon lennie, hogy ő mutasson be az újságíróknak, hogy basszátok meg, jó csaj vagyok, dögös csaj vagyok, kúrok egy nagyot, és kinyalhatjátok. Na. De hát ez nem volt, hanem ebből inkább egy ilyen negatív, egy ilyen inkább azt mondom, egy ilyen leíró dolog jött ki az egészből. Hát én azóta sem hallottam róla. Úgyhogy na ez a lényeg, ahogy ki volt. A munka szempontjából pedig mit mondjak neked? Tehát az, hogy valaki konzumál, az, hogy valakinek az élete tényleg azt mondják, most ilyen magyarosan mondom, hogy nagy kurva, az egy dolog, de teljesen más a maga ez a pornobiznisz, és ide ugye meg kell tanulni dolgozni. Tehát attól, hogy valaki a magánéletében naponta 20 pasival van, attól az nem jelenti az, hogy a filmes szakmában megállja a helyét. Tehát én azt mondom, most így az első filmjén, amikor én voltam vele, tehát inkább úgy mondom, hogy ahhoz képest, hogy ő első filmes volt, nem dolgozott rosszul. De mint szakmai szemmel nézem, ugye nagyon sokat kell még tanulni, de ez egy tök normális dolog. Hát most kérdés, hogy ő ezt folytatja, és hogy ki ő meg fogja tanulni azokat a apró dolgokat, ami által a legjobb pornószínésznő lesz, bár ezt nem hiszem, hogy ezt már folytatni fogja.
Meg ami még ugye negatív dolog volt az, hogy ugye a pornozás miről szól. Hát, jó nagy dugás, és a végén az élvezés. Na most, amikor alapból valaki nem szereti a spermát, hát az nem igazán előnyös egy filmen, ebbe a filmes szakmában, és ő pedig nem szeretni. Már erre most mondjuk azt, hogy most én bunkó vagyok, nem vagyok bunkó, hogy ilyeneket mondok, de hát ez a valóság. Hát most én is filmszínész vagyok, ő is az, vagy azt szeretne lenni, hát akkor, ha más nem, akkor legalább nyelek egy nagyot is, akkor teljesítem azokat a kritériumokat, amik kellenek ehhez, hogy egy jó jelenetet csináljunk. Van még valami? Nincsen. Azt hiszem ennyi. Én röviden tömörem. Szia, ha lenne majd még kérdésed, vagy mondjuk valamire nem úgy válaszoltam, ahogy neked az jó lett volna, akkor írjál még vissza, vagy akkor, vagy ha még felmerülne valami újabb kérdésed, oké? Okay? Meg ugye nem arra nem kell várnod 2 hónapot. Most már én is vagyok. És fogom még neked még prezentálni azt a képet, amit itt írtál, hogy háttérben a papíron felírva látna a címet, mert ez a hit. Igen, na szóval akkor át fogok neked még küldeni erre a e-mail címre jó egy képet, hogy ez neked vagy nektek szól erre az oldalra. Jó? Na, ennyit röviden. A másik még tényleg, amit még ma olvastam el pont ez a forgatásoddal kapcsolatban, amit így kiagyaltál, szerintem tök jó, és így én eddig vizuális beállítottságú vagyok, tehát ebbe így el is tudtam képzelni az egészet. Hát kérdés, hogy ez ki lehet, mármint, hogy meg lehet-e oldani a kivitelezést, főleg a mai világban, mint írtad, hogy a Covid is megkerested ezzel kapcsolatban, hát nem tudom, hogy ő ebbe eleve a mostani helyzetben, főleg ő most már eléggé visszavonult, hogy ebbe hajlaná egy ilyenbe, nem tudom, hogy milyen minősítésben, de ötletnek nem rossz, és biztos, hogy lehet ezen valamit keresni, azt mondom, hogy a szemszögedbe, amiket leírtál, hogyha ez összejönne. Én nekem tetszik az egész, és azért mondom, tehát válaszolva is így a kérdésedre, hogyha tényleg megtisztel azt, hogy most rám gondoltál ebbe a szerepbe is, ha komolyan gondolod, én bármikor szívesen, tehát benne vagyok a ilyen jó dolgokba tényleg, ami azt mondom, hogy főleg a magyar mi voltunkat is egy picit reklámozza. Úgyhogy, na, röviden ennyit. Mert itt lassan most már elkezdek dadogni, mert már nem fogok tudni mit mondani. Na, még egyszer köszönöm a türelmedet, bocsika a késését, remélem meg is fogod kapni ezt a felvételt, és bízom benne, hogy még fogunk még beszélni. Jó? Sziasztok!